ez a verseny más, mint egy tehetségkutató? Vagy? Tehetséggondozásnak nevezném, ha ezt meg kell fogalmazni. Persze, itt nem énekest keresünk, a dalokat keresünk, ez teljesen más. Van egy 70%-ai dalnak, amit objektíven meg lehet ítélni. És tényleg azt gondolom, hogy nekünk zsűriként nem feltétlenül az a dolgunk, hogy az, ami privát emberként szeretem, hogy olyan műfaj, vagy nem tudom, azokat nyújtani. Egész egyszerűen bele tudja kezdeni minden műfajban, és annak a szintjét tudja megállapítani. Azt figyeled, hogy az Eurovízióra mennyire lenne jó magaddal, vagy inkább ez, hogy neked mennyire tetszik? Elsősorban az, hogy nekem mennyire tetszik. Próbál az ember az érzelmeire hagyatkozni. Minél több tehetséges magyar előadó, minél több tehetséges magyar zeneszerző szövegíró kerüljön elő, és legyenek népszerűek, hogyha olyan jó. Rengeteg olyan kritikát kap, hogy ez már igazából egy ilyen politikai verseny inkább. Van benne igazság, természetesen, és ugye kicsit már olyan nevetség tárgyát képezi az, amikor az ember előre tudja, hogy a kazak, az azeri, az üzbék, a fehér orosz és a litván az egymásra fog szavazni. Fogalmam sincs, mert 5 vagy 6 éve nem nézek tévét egyáltalán, úgyhogy én azt sem tudom, hogy azt tudom, hogy a Pápai Jóci nyerte meg, de hogy ebben mennyire lenne politika. Hogy ez mi alapján szavaznak emberek, ez pedig eléggé nehézkes ebbe belemenni. Egy ország nem szívesen szavazok a magyarokra, vagy szívesen szavazok a magyarokra, de mondjuk ezt a részét szerintem eléggé fölöslegesen nem szeretem akarokatni. A lehetőségeink emiatt nem túl erősek, tehát eléggé korlátozott lehetőségeink vannak, de... Ugye, vagy az, hogy ennyire rossz lenne az ország megítélése, vagy ennyire nem szeretnek minket? Nem az. Magyarországnak nincs ilyen baráti, 25 országos baráti kapcsolata. Soha nem is volt, és nem is lesz valószínűleg. Mert a magyar, ahogy Pródi János mondta, hogy kár, hogy a magyar nyelvet nem érti senki, és ebben igazban van. De hogy azt hiszem, hogy részt kell venni, mert ezzel együtt előfordulhat, hogy valami olyan kiderül, hogy egyszerűen csak azt mondja, hogy van.